Jó estét kívánok, ez a 35 perc a Kölcsey Televízió közéleti műsora. Március 22-én volt a Vízvilágnapja, amelynek alkalmából a megyeháza vendége volt Nagy István, Magyarország agrárminisztere, és Táncos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere. A tanácskozón beszéltek arról is, hogy hogyan lehet megakadályozni közös folyóink szennyezését. Erről is szó esik a mai műsorban, nézzük, hogy még miről. Konferencia a békéért. Egyházi vezetők tanácskoztak Mária Pócson. Vízvilágnapja. Két ország szakminisztere találkozott a megyeházán. Választás 2022. Vasárnap választ és szavaz a megye. A szír kereszténység jövőjéről, az ukrán menekültekről, az üldözött keresztényekről, a vallásszabadságról és Európa szerepéről is szó volt azon a konferencián, amelyet Mária Pócson tartottak hétfőn. Tanúságtevő előadások hangzottak el szír, ukrán és magyar egyházi méltóságoktól, román és magyar képviselőktől a keresztény világ jelenlegi helyzetéről. Az Európa jövője. Erről szóló konferenciasorozat része ez a mai konferencia. A mai konferenciának a témája a keresztény értékek a 21. század viharaiban. Azt gondolom, hogy Európa, ahogy Robert Schuman mondta, vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. És most, amikor látjuk azt, hogy a béke mennyire kulcskérdés Európában, akkor látjuk azt, hogy a szomszédunkban háború zajlik. Amikor látjuk, hogy a béke mellett talán a másik legfontosabb szó a szeretet, hiszen az a humanitárius segély, amelyet Magyarország, amelyet Lengyelország, amelyet egész Közép-Európa benne a legnagyobb szükség az Magyarországon és Lengyelországban, hiszen itt a legnagyobb a humanitárius helyzet, itt érkezik a legtöbb menekült, a második legtöbb menekült. Azt gondolom, hogy ezek a szavak fölértékelődtek, és ez a mai konferencia három aspektusból, egyrészt európai aspektusból, az európai értékrend aspektusával, másrészt a közel-kelet aspektusával, hogy ezek közel-keleti keresztény testvéreink, az ott élők az elmúlt évtizedekben bőrükön érezték azt, hogy mit jelent az intolerancia, mit jelent a vallási megkülönböztetés, és sok esetben életük árán is vállalták a hitüket. És a harmadik aspektus pedig a mostani kárpátaljai helyzet. Christians have coexisted fairly peacefully with followers of the other religion. A Mária Pócsi konferencián a damaszkuszi örmény apostoli egyházmegye prímás püspöke elmondta, 10 évvel ezelőtt 2 millió keresztény szír állampolgárt tartottak nyilván, mára ez a szám alig éri el az 1 milliót. A drasztikus csökkenés oka a muszlimokénál alacsonyabb születési ráta és a kivándorlás is. A szíriai háború kezdete óta több mint 1310 templomban vagy egyházi ingatlanban, több mint 7800 magánházban és 1800 mecsetben keletkezett kár. 10 millió szíriai vesztette el otthonát és vált menekülté. Körülbelül 1700 keresztényt öltek meg, és több mint 600-at elraboltak. Valaki vagy valakik, okos emberek készítsenek egy számadást arról, és ezt mutassák ki, hogy kik azok az emberek és szervezetek, akiknek ezekből a háborúból hasznuk van. Van néhány ilyen ember, nem tudom, hogy hányan vannak, néhányan vannak, van néhány szervezet. Legyen szíves, valaki mutassa ezt ki, mondjuk ki, tegyük egyértelművé, hogy ezekből a háborúkból néhány embernek haszna van. A konferencián elhangzott, a világon a kereszténység a legnagyobb lélekszámban üldözött vallás. Jelenleg 360 millió Krisztus hívő ember kénytelen ezt elszenvedni. Ma azért jöttünk össze, hogy Európa jövőjéről és benne a keresztény értékeknek a védelméről beszéljünk. Egy dolog van, ami talán még a keresztény értékek védelménél is fontosabb, az a keresztény emberi életeknek a védelme. Magyarország kormánya 2016-ban felismerte azt, hogy jelenleg a világon a kereszténység a legnagyobb lélekszámban üldözött vallás. A jelenlegi adatok, kutatások azt mutatják, hogy 360 millió Krisztus hívőt üldöznek a világban a keresztény hitük miatt. Ezt felismerte a magyar kormány, létrehozott egy kormányzati egységet az üldözött keresztények megsegítésére, és ezzel együtt egy humanitárius segítségnyújtási programot, a Hungary Helps programot, a Segítő Magyarország programját. Az elmúlt 5 évben
ez a program több mint 50 országban nyújtott segítséget a hitük miatt üldözött és más okokból ártatlanul szenvedő emberek számára. És most az 5. évünkben arról számolhatunk be, hogy több mint 500 000 emberhez juttattuk el adományainkat, segítségnyújtásunkat, egy szóval a magyar emberek szolidaritását. Kifejezetten nemzeti küldetésként értelmezzük azt, hogy a világban szenvedő keresztényeknek segítsünk, ugyanakkor a segítségnyújtásunk nem kizárólagosan rájuk összpontosul. Hogyha így tennénk, az nem lenne keresztényi. Ezért adtunk támogatást például üldözött muzulmán embereknek, üldözött zsidó embereknek, sőt adott Magyarország a Hungary Health programon keresztül támogatást természeti ipari katasztrófák áldozatainak. Most pedig, hogy a közvetlen szomszédságunkban egy háborús helyzet indult, Magyarország elindította történelmének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját. Ennek a keretében, miközben Magyarországon több mint 500 000 háborús menekültet fogadtunk és adtunk nekik segítséget, a Hungary Helps keretében pedig Ukrajnában több mint 2 milliárd forint értékben nyújtottunk segítséget, vagy küldtünk segélyszállítmányokat. Amikor ellátogatunk egy olyan helyszínre, ahol üldözött keresztény közösségekkel találkozunk, mindig felteszek egy alapvető kérdést, miben segíthetünk. Ez egy humanitárius, egy szakpolitikai program, ezért keressük azokat a módokat, hogy hogyan tudjuk a legfontosabb, legsürgetőbb humanitárius igényeket kielégíteni. Szó van itt például terrortámadások után humanitárius gyors segélyeknek a nyújtásáról, szó van itt ösztöndíjprogramokra, oktatási programoknak a támogatásáról, szó van itt a háborús, a népirtási pusztítás után adott esetben egész keresztény településeknek az újjáépítéséről. Ezzel együtt az üldözött keresztény partnereink minden alkalommal elmondják azt nekünk, hogy egyáltalán, hogy valaki, egy nemzet fölismerte az ő szenvedésüket, és melléjük állt, ez lélektani szempontból, és talán minden mást megelőző módon jelentne számukra megerősítést. Hogyha a Közel-Keletet nézzük, a tágabb értelembe vett Szentföldet, de mindenképpen a kereszténység bölcsőjét, akkor azt látjuk, hogy ez a 2000 éves közösség az elmúlt 1-2 évtizedben majdnem teljesen eltűnt a kereszténység bölcsőjéből. Az érsek atya, aki ma köztünk volt, Damaszkuszból érkezett, hogyha a szíriai kereszténységet nézzük, egy évtizeddel ezelőtt még több mint 2 millióan voltak Szíriában, most ez a szám kevesebb, mint 1 millió, tehát drámai a csökkenés. Nem kell ahhoz jósnak lennünk, hogy lássuk azt, hogyha nem történik változás, nem történik egy nemzetközi összefogás, akkor 1-2 évtizeden belül a 2000 éves közel-keleti kereszténység és azon belül a szíriai kereszténység eltűnik. Ezért a háborús pusztításnak az újjáépítésében van szükség segítségre, de abban is szüksége van a egyházaknak helyben segítségre, hogy a társadalmi missziójukat el tudják látni. Nem csak a közel-keleti keresztényeknek a megerősítése érdekében, hanem az egész közel-keleti társadalom megerősítése érdekében. A konferencián elhangzott, ezzel a programmal Magyarország eddig közvetlenül több mint 500 000 embernek segített a világon. A Vízvilágnapja alkalmából tartottak konferenciát múlt héten a Megyeházán. A rendezvényen Nagy István Magyarország agrárminisztere és Táncos Barna Románia környezetvédelmi minisztere is részt vett. Szó esett arról is, hogy hogyan óvnák meg a folyókat a szennyezéstől. A tanácskozáson Hellebrand Erikő járt. Március 21-től hivatalosan is tartósan vízhiányos állapotot rendeltek el Magyarországon. Kedden erről is beszélt Nagy István azon a konferencián, amelyet a Vízvilágnapja alkalmából tartottak a Megyeházán. Azt gondoltuk, hogy erőforrásaink kimeríthetetlenek, van belőlük korlátlan számban, nem kell nekünk ezzel foglalkozni, mert minden rendelkezésre. És nézzük meg, szinte minden erőforrásunkra, a rendszerváltástól idáig több mint 1 millió hektárnyi szántóföldünk veszett el a különböző beruházásoknak az oltárát. Nézzék meg az erdőterületeink, az erdő kivágásokat. Nem győzünk legnagyobb erdőtelepítési programot indítani, hogy 27%-ra tudjuk növelni az ország erdősültségét. És itt az ivóvíz kérdése, itt a vizek kérdése, és tartósan vízhiányos állapotot kellett elrendelni újra. Tavaly 153 napon keresztül nem volt eső Magyarországon.
így indítottuk akkor is a tavaszt. És ráadásul nyugodtan fogalmazzunk nagyon őszintén, kiszolgáltatottak vagyunk, mert a legtöbb folyóink eredete nem Magyarországról indul, hanem külföldről érkezik hozzánk, más országok területéről érkezik hozzánk. Ezért a kormány Romániával is kötött egy együttműködési megállapodást. Prioritásként kezeltem azt a határmenti problémát, amelyet az uszadék, a hulladék a határon átszállított, a folyók által átszállított szemét jelentette. Erről már Szijjártó Péter miniszter úrral is többször egyeztettünk, és a tavaly egy ígéretet tettünk arra, hogy Románia megoldja ezt a problémát. Természetesen, hogy a hosszú távú megoldás az a csirájába való elfolytása ennek a jelenségnek, de az azonnali megoldás olyan szűrőberendezéseket építünk, amelyek legyűjtik a víz felszínéről az uszadékot. Ilyent adtunk át már a román-magyar közös határmenti program keretén belül Bihar megyében. A következőket már építjük Szatmár és Bihar megyében egyaránt, a Körösön, és úgy azon dolgozunk, hogy 2023 végére minden olyan folyón felépítsük ezeket a rendszereket, amelyek esetenként, főleg az árvíz idején nagy mennyiségű hulladékot hoztak át Magyarországra. A közös munkának a legszebb része az, hogy Pataki elnök úr, akit egyszerűen Pataknak becézünk mi, ő már hazajár ide ebbe a régióba, és úgy ismeri, mint a saját szülővárosát, ezt a térséget. Ez az együttműködés azért fontos, mert nem csak a felszíni vizek, hanem a felszín alatti vizek is folyamatos kapcsolatban vannak, és a mennyiségen túl hihetetlenül fontos a víz minőségnek a megőrzése. Ezért mindannyiunk felelőssége a magyarországi és a romániai vízhasználók vizet öntözésre, saját fogyasztásra, bármilyen célra használok, közös felelőssége, hogy egymás vizét ne szennyezzük, ezért az intézményes együttműködésen túl szükség van az állampolgárok, a közösségek közötti együttműködésre is, és a közös felelős munkára, felelős hozzáállásra, akkor, amikor a vízről beszélünk. Ilyen téren teljes fordulatot kell végrehajtanunk, mert bővíz idején ezeket a vizeket meg kell őrizni, be kell tárazni, és ezzel a vízzel gazdálkodni kell, ha felelősen akarunk a jövőbe gondolkodni. És azt kell mondjam, hogy ez a generáció még így fogja lejönni az életét, ahogy gyakorlatilag most. De hogy a következő generáció azt a luxust nem engedheti meg magának, hogy nem fogja föl az esővizet, hogy ugyanúgy a tiszta ivóvízzel húzza le a WC-jét, ezek olyan kérdések, amelyek biztosan, hogy megoldásra várnak minden pillanatban. Az biztos, hogy a jövő generációt csak úgy fogjuk tudni, biztonságban tudni, hogyha ezeket a kérdéseket megoldjuk. Agrárminiszterként mondhatom azt, hogy egyszerűen a biztonságos termelésünk alapja az, hogy öntözni tudjunk. És ki kell tudnunk építeni Magyarország öntözött területeinek nagyságát, növelni kell. Ugye kitűztük első célról, hogy azt a 87 ezer hektárnyit, amit öntöztünk, azt legalább megduplázzuk. És aztán mennünk kell tovább és tovább, mert nem lehet. Itt a szomszéd egyetemen fogalmazta meg Nagy János professzor úr azt, hogy csak árukukorica esetében, ha jókor esik az eső, akkor 100 milliárd forinttal több bevételünk van, ha rosszkor esik az eső, 100 milliárd forinttal kevesebb bevételünk van. Azt hiszem, a magyar gazdaság nem engedheti meg magának ezt a luxust. A magyar kormány nagyon bölcs döntést hozott akkor, amikor elfogadta azt a javaslatot, hogy 10 éven keresztül évi 17 milliárd forintos öntözési infrastruktúra fejlesztést hajt jóvá Magyarországon. Országgyűlés nagyon komoly döntést hozott, amikor elfogadta az öntözéses gazdálkodásról szóló törvényt. Hiszen az a törvény így kezdődik, az öntözés közérdek. Ez az, ami egy teljes fordulatváltást jelent a magyar vízgazdálkodás életében. Az öntözés közérdek.
Nem lehet most már elmenni amellett, hogy öntözéses gazdálkodás nélkül eredményes és biztonságos mezőgazdasági termelést tudjunk folytatni. És láttuk a Covid járvány időszakát, látjuk most a háborút a szomszédunkban, mennyire fontos az élelmiszer önrendelkezésünk kérdése, az élelmezés biztonságunk kérdése. És valljuk be, mitől függ? Attól függ, hogy a rendelkezésre álló adottságainkat ki tudjuk-e használni? Hogy a termőföld termőképességét tudjuk-e biztosítani? Mert ha nem tudjuk, akkor bizony az ellátásunk kerül veszélybe. Látjuk azt, hogy mekkora komoly gondot jelent az, hogy vajon Ukrajnában tudnak-e vetni a gazdák. Tegnap Brüsszelben voltam az agrárminiszterek tanácsában. Ott ült 27 európai agrárminiszter és a EU biztos, és bekapcsolták hozzánk az ukrán agrárminisztert. És elmondta, hogy a baj nagy, mert a gazdák vagy katonának mentek és háborúznak, védik a hazájukat, vagy hogyha annyi idősek és otthon maradnak, akkor pedig nincs gázolaj a traktorba és nem tudnak vetni. Tehát nincs vetés. És az időből a déli területeken pedig egyre inkább kicsúsznak. Ami pedig nagyon komoly intőjel számunkra, mert Ukrajna mezőgazdasági tevékenysége nagyon komoly. 6. vagy 8. helyen van a gabona exportja, a gabona kivitele a világban. Csak napraforgóban, és ez szerintem mindnyájunknak nagyon kellő figyelmeztető kell, hogy legyen, csak napraforgóban a világon a napraforgó termesztés 40%-a Ukrajnában zajlik. És képzeljék el, ha nem tudják elvetni a napraforgót. Tehát ez bizony nagyon komoly felelősséget ró ránk azokra, akik békében megtehetik, hogy termeljenek. Nem véletlen, hogy az Európai Unió is azonnal fölülírja azokat az elképzeléseit, amelyek a parlagoltatásról, a területek ugaroltatására és mindenről szóltak, mert az élelmiszer önrendelkezésünk, az élelmezés biztonságunk mindent felülír. Ehhez pedig a megfelelő vízgazdálkodást biztosítani kell. Én azt kérem mindnyájuktól, hiszen nagyon sokan szakemberek itt, hogy mindenki a maga területén a lehető legnagyobb erőfeszítést tegye meg azért, hogy tudjunk ezzel a vízzel gazdálkodni. Mert ez egy olyan erőforrás, amely nem csak Magyarországon, hanem rajtunk kívül még legalább egy ugyanekkora országot el tud látni megfelelő mennyiségű élelmiszerrel. De ez a felelősségünk is, hogy ellássuk ezeket az embereket élelmiszerrel. Ahhoz pedig az öntözés nélkülözhetetlen. Az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény azt a célt tűzte ki, hogy sokkal egyszerűbb engedélyeztetéssel, sokkal kevesebb ügyintézési eljárással, sokkal kevesebb ügyintézési idővel lehessen mindezt végrehajtani. Öntözési közösségek alapítását támogatjuk, működésüket 90%-os állami támogatással finanszírozzuk, pontosan azért, hogy minél nagyobb és nagyobb területeken lehessen öntözni. Arról is beszélnünk kell, hogy az öntözésnek a gondolata a műszaki megoldásainak is változnia kell. Az ivóvízbázis védelme miatt egyre inkább azban kell gondolkodnunk, hogy nem a talaj vagy réteg vízből öntözünk, mert azt védenünk kell, hanem abból kell öntöznünk, amit bővíz idején felfogunk. Ezért a magyar kormány célkitűzése a következő kormányzati időszakra az, hogy minél több csatornát, minél több tározó tavat létesítsünk, hogy bővíz idején ezeket a vízeket fölfogjuk. És ezzel egyszerre több célt is el tudunk érni. Egyrészt, mert tudjuk hűteni a környezetet. Élhetővé tudjuk tenni a környezetet. A kipárogó víz megköti a port, csökkenti a légköri aszályt, és ráadásul a talajban tudjuk tározni a vizet,
amely a legjobb helyen van, azaz az egész talajvízszintet is előbb-utóbb emelni fogja. A konferencia után azt is megkérdeztük az agrárminisztertől, hogy Magyarország felkészült-e ezen tervek megvalósítására. Kellő forrás kellene hozzá, ami elkeserítő az az, hogy akkor, amikor Magyarország az Európai Újjáépítési Alap tervezetét benyújtotta az Európai Uniónak, pont az öntözéses részt húzták ki belőle, de ebből tanultunk, mert nem akarjuk magunkat kiszolgáltatottá tenni ez ügybe, és innentől ezt saját nemzeti forrásból fogjuk majd megoldani. Vasárnap választ az ország. 6 választókerületben dől el, hogy kik szereznek parlamenti mandátumot. Emellett ekkor lesz az úgynevezett gyermekvédelmi népszavazás is. A legfontosabb tudnivalókról kérdezzük dr. Papp Csaba, megyei főjegyző urat. Jó estét kívánok! Köszönöm. Jó estét kívánok! Hány szavazópolgárt várunk itt a megyében az urnákhoz? Hány szavazókörben? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében készültem egy kis statisztikával. Április 3-án 432.293 választópolgárt várunk. Azt hozzá kell fűzni, hogy sajnálatosan ez egy kicsit kevesebb, mint 4 évvel ezelőtt volt. A választópolgárokat 571 szavazókörben várják a munkatársaim, illetve a szavazatszámláló bizottságok tagjai. Néhány statisztikával folytatnám. Az átjelentkezések március 25-ével lezárultak. A megyénkbe érkező, átjelentkező választópolgárok száma több mint 3700, és a megyénkből több mint 9500 választópolgár fog másút szavazni. Itt azokról beszélünk, akik nem az állandó lakcímük szerinti szavazókörben szeretnének szavazni, hanem valahol máshol, ahol éppen tartózkodnak, és van olyan, aki nálunk tartózkodik, és van, aki nálunk élne, vagy él állandóan, de máshol fog tartózkodni. Igen, igen. Tehát az átjelentkezésben az a lényeg, hogy nem abban a szavazókörben szavaz az állampolgár, amely a lakóhelye szerinti. Talán itt érdemes elmondani azt is, hogy ezen is lehet még változtatni bizonyos mértékben. Igen, igen. Bár március 25-én a határidő lejárt, a választópolgár még meggondolhatja magát, április 1-én 16 óráig még ezt a kérelmét visszavonhatja, viszont új kérelmet már nem tud beadni. Rendben. Mi az, amit tudnunk kell még a választással kapcsolatban, azon kívül, hogy reggel 6-tól este 7-ig lehet szavazni? Így bizony, reggel 6-kor várják a választópolgárokat, először is kimehet szavazni. Minden olyan magyar állampolgár, aki rendelkezik választójoggal, ez azt jelenti tényszerűen, hogy szerepel a névjegyzékben, tehát az adott szavazókör névjegyzékében. Önmagában a választópolgár nem sok mindent kell, hogy magában vigyen, kell vinnie személyazonosító igazolványt. Ez lehet a személyigazolvány, lehet útlevele, lehet kártyaformátum, vagy régi kihajthatós könyv alakú. Csak érvényes legyen. Még ez sem feltétel, ugye a járványügyi szabályok okán 2020. március 11 után lejárt okmányokkal még lehet szavazni. Fontos, hogy még az okmányok mellé vigyünk egy olyan okiratot, amellyel a személy azonosítónkat vagy a lakcímünket tudjuk igazolni. Ez a kettő feltétel kell, hogy érvényesüljön a szavazáskor. Tehát magát az értesítőt nem muszáj magunkkal vinni. Az értesítőt nem muszáj, de jó, ha kéznél van, mert azon rajta van a szavazókörnek a címe is. Ha már beszéltünk arról, hogy nem mindenki a saját lakcíme szerint szavaz, mozgóurnát is lehet kérni még hozzá a szavazás napján is még. Így bizony. A mozgóurna egy kicsit másabb, mint az átjelentkezés. Ugyanis ez az állandó lakóhelyünk, vagy a szavazás helye szerinti szavazókörhöz kapcsolódik ez a mozgóurna iránti kérelem. Ez azt jelenti, hogy ha valaki mozgásában bármilyen okból korlátozott, akkor kérhet mozgóurnát. Itt fontos megjegyezni, hogy a kérelemben az arra okot adó körülményt is fel kell tudni tüntetni. Értelemszerűen itt egy kicsit tovább tart a határidő. A szavazás napján, április 3-án 12 óráig lehet ilyen kérelmet előterjeszteni. Ez a kérelem vonatkozhat arra, hogy a saját lakásában szeretne valaki szavazni, vagy éppen ha kórházban van, akkor kórházba is kérhet mozgóurnát? A kérelemben meg kell jelölni azt a lakcímet, ahol ez a szavazás meg tud történni. De főszabály szerint a saját lakcímükre szokták kérni az állampolgárok. Mi az, amit tudni kell majd, amikor belépünk a szavazó helyiségbe, mi fog történni?
Belépünk a szavazóhelyiségbe, velünk szemben fog elhelyezkedni a szavazatszámláló bizottság. Először is megtörténik a személy azonosítás. Ez azt jelenti, hogy az okmányaink alapján megállapítják, hogy mi azonosok vagyunk önmagunkkal, viccesen szólva. Ez a személy azonosítás az annyit tesz, hogy az SSB, tehát a Szavazatszámláló Bizottság érintett tagja megállapítja, hogy az adott személy az érintett okmányokkal szerepel a névjegyzékben. Tehát ha nincs megfelelő okmány, vagy nem szerepel a névjegyzékben, akkor automatikusan nem szavazhat. Akkor nem tud szavazni. Ezt követően kapunk 3 darab ívet. Így bizony, az országgyűlési képviselők választása, ez 2 szavazónap, és az országos népszavazás, ez pedig 1 szavazónap. Az országgyűlési képviselők választásán a választópolgár kap egy pártlistás szavazólapot, és egy egyéni képviselő jelöltekre vonatkozó szavazólapot. Ennek a színe egyenletűen egy fehér színű szavazólap lesz, és ettől megkülönbözteti az állami nyomda által elkészített szavazólapot a választópolgár számára, hogy az országgyűlési képviselők ugye fehér színen vannak, míg a népszavazási szavazólapnak van egy kék színű kerete. Így ez a választópolgárnak is könnyebb, illetve a magyar szavazat számlálás során ezeket könnyebb elkülöníteni egymástól. Kötelező-e bemenni a fülkébe szavazni, vagy akár kint a szavazóhelyiségben is lehet ígszelgetni? A bizottsági tagok szokták ajánlani, de jogszabály szerint nem kötelező. Választási alapelv viszont a választás titkossága, tehát én mindenkinek javaslom, hogy a szavazatait a szavazó fülkében helyezze el az érintett szavazólapokra. Hogyan segíthetnek a szavazatszámláló bizottság tagjai annak, aki esetleg segítséget kér? Szavazatszámláló bizottság tagjainak nem csak segíthet, hanem kötelességük is segíteni a választópolgárok szavazását. Elsődlegesen, aki ezzel nincsen tisztában, el kell nekik magyarázni a szavazás módját, annak lényegét. Fontos kiemelni, hogy a jelöltekre, jelölő szervezetekre viszont nem tehetnek utalást. Ugye a legfontosabb az, hogy a szavazat elhelyezése az egymást metsző 2 vonallal lehetséges, illetve az, hogy a pártlistán is, illetve az egyéni képviselők szavazólapján is egy-egy jelöltet, illetve jelölő szervezetet lehet beixelni, ellenkező esetben nem lesz érvényes a szavazat. Mi történik, ha fogyatékossággal élő személy megy be szavazni, és esetleg ez akadályozza konkrétan abban, hogy ő maga x-eljen, vagy látássérült, vagy esetleg végtaghiányos? Hát ha ilyen eset van, akkor a szavazatszámláló bizottságnak 2 tagja tud segíteni az állampolgárnak a szavazólapok kitöltésénél. Ha már a névjegyzéket sem tudja aláírni, és ugyanez az eset van akkor is, hogyha valaki írástudatlan és nem tudja a névjegyzéket aláírni, akkor a szavazatszámláló bizottság 2 tagja fogja helyette a névjegyzéket is aláírni, illetve a szavazólapokat kitölteni. Ettől függetlenül a választópolgár bárkit vihet magával segítőnek, és ők ilyen szempontból az adott pillanatban a szavazóhelyiségben tartózkodhatnak. Akár egészséges személy is kérhet bárkit maga mellé? Vagy az, aki erre rászorul? Hát aki rászorul. Picit beszéljünk magáról a kampányról, és a meglehetősen rövid kampánycsendről, ami ugye most már csak a szavazás napjára korlátozódik. Mi az, amit tapasztalni lehet a kampány eddigi menetéről? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt időszakban, a választási időszakban rendkívüli események nem történtek, komolyabb választási jogszabálysértés sem. Ezt szerencsére elmondhattuk az előző választás alatt is, most is erre számítunk. Azt hozzáfűzném, hogy jelen esetben a 2018. évi országgyűlési képviselő választásra visszatekintve jóval kevesebb az egyéni jelöltek és a jelölő szervezetek száma is. Igen, volt, amikor egészen extrém hosszú listát tartalmazó papírt kaptunk. Így bizony. 2018-ban volt olyan, hogy a szavazólapon 30 jelölt szerepelt, most a 6 egyéni választókerületben 5 és 7 fő között mozog a jelöltek száma. Mit kell tudni a kampánycsendre vonatkozó jogszabályokról? Mit szabad, mit nem szabad
vagy a választás napján? Klasszikus értelemben nincs kampánycsend, a választás napján vannak korlátozások. Ebből a legfontosabb az, hogy a szavazás napján nem lehet választási nagygyűlést tartani. A szavazatszámláló bizottság által elfoglalt helyiségben és annak előterében semmilyen kampánytevékenységet nem lehet folytatni, illetve a szavazókörök 150 méteres körzetében sem. Fontos ráutalni arra, hogy olyan behatással sem lehet kampányeszközökkel érni, amely ugyan a 150 méteren túl van, de annak a hatásai a 150 méteren belül érzékelhetőek. Magyarul egy 200 méterre leparkoló, hangos beszélővel rendelkező autóról sem. Ez elvileg megvalósítja a jogszabálysértést. Mi történik, ha ilyet tapasztal valaki? Hová tud bejelentést tenni? Ha a szavazó fülke irányába tart, akkor ezt jelentheti, vagy jelezheti a szavazatszámláló bizottság tagjai részére is, de hogyha egyéni beadványt akar tenni, akkor ez bármelyik országgyűlés egyéni választókerületi választási irodába megteheti, vagy bármelyik helyi jegyzőnél, ugye minden jegyző, ezt a múltkor tisztáztuk, mint helyi választási iroda működik. Mennyire szokott fegyelmezetten zajlani a választás a megyében? Elmondhatjuk, hogy az elmúlt 10 évben igen fegyelmezettek a választópolgárok. Ütemesen, szépen, időben leadják a szavazataikat. Ugye ezt hozzá is kell fűzzem, hogy a szavazóhelyiségben a választópolgárok csak a szavazat leadásának idejéig tartózkodhatnak. Tehát ezt ugye mindenkinek figyelembe kell vennie, hogy ahogy leadta a szavazatát, akkor szépen onnan gyorsan el kell menni, hogy másoknak is kellő teret és időt adjunk a szavazat leadására. A pártokra is ez a jogkövető magatartás jellemző? Én nem tudok olyat, hogy a pártok tekintetében bármilyen jogellenes tevékenység zajlott volna az elmúlt időszakban. Konkrétan választás napjára gondolok, tehát hogy ott sem történt semmi olyan, ami bejelentésre adhatott. Ez 2018-ra érvényes, de én nem tudok ilyenről. Reméljük, most is így lesz. Mikor várható eredmény? Ugye 7 óráig lehet szavazni, mikor számíthatunk? A végleges eredmény ugye egy kicsit később lesz. A választás követően, tehát 19 óra után a szavazatszámláló bizottságok megkezdik a szavazatok összesítését. Először az országgyűlési képviselők választásával összefüggésben fogják a számlálást megkezdeni. Valamikor éjfél körül már lesznek stabil részeredmények is. Ugye a külképviseleti szavazás tekintetében, illetve az átjelentkezések miatt több napba telik a szavazatok megyébe, és a megyéből történő átszállítása, ezért az egyéni képviselők tekintetében április 9-ig, az országos pártlista tekintetében április 22-ig várható végleges eredmény. Köszönjük szépen, hogy mindezeket elmondta nekünk. Dr. Papp Csaba, megyei főjegyzőt hallottuk. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb április 4-én, hétfőn várjuk ezzel a műsorral Önöket, ahol az országgyűlési választásokkal fogunk foglalkozni. A választás éjszakáján, április 3-án, vasárnap pedig élő, eredménykövető műsorral készülünk, este 7 órától számítunk figyelmükre, tőlünk tudhatják meg a legfrissebb megyei eredményeket. Viszontlátásra!